Kedves hetedikes tanulók, üdvözöllek benneteket ezen a rendhagyó történelem órán. Sárosi Gabriella vagyok, az Adai Cseh Károly Általános Iskola történelem tanára. A mai rendhagyó óra keretein belül megismerkedünk az 1848-as, 1849-es magyar forradalom és szabadságharc történetével. Az előzményeket már ismeritek, sokat beszélgettetek róla az előző történelem órákon, tehát tudjátok azt, hogy hatalmas változások következtek be a 19. században a magyar társadalmi életben. Elindult ugye egy újjászületés, a magyar nyelv elfogadása, a nemzeti viselet felújítása, viselése, és elindult a nemzeti újjászületésnek köszönhetően egy olyan folyamat, amely végül is magába az 1848-as forradalomba fogja vinni az országot. Tehát fellépnek majd az elnémetesítés, az önkényuralom, a központosított irányítás ellen, és az ellen, hogy az osztrák-magyar monarchia részeként működjenek. Európa szerte, mint a térképen is látjátok, 1848 tavaszán, vagyis már februárjától kezdve forradalmak söpörtek végig. Ezek a forradalmak rövidebb vagy hosszabb ideig izgalomban, idézőjelben mondva, tartották az adott ország GOK vezetőit, mert nem voltak mindannyian hajlandók elfogadni a változásokat, újításokat. A francia forradalom híre Pestre 1848. márciusában érkezett meg, és hát hol is tárgyalták ezt meg? Legelőször a Pilvax kávéházban, ahol a magyar értelmiség összegyűlt, ahol az egyetemisták is találkoztak, és amely az írók-költők gyülekezési helye is volt. Mi is történik itt? Tehát vannak néhányan, akiket márciusi ifjaknak is nevezünk, közöttük Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Irinyi József, Degré Alajos, akik összedugják a fejüket, akik elkezdnek tervezni, írni, és összeállítják a Mit kíván a magyar nemzet szórólapot, amelyben leírják, elmondják azt, hogy kívánják, kérik a békét, a szabadságot, az egyetértést, kívánják azt, hogy a sajtó legyen szabad, ne legyen cenzúra, kívánják a felelős minisztérium kialakítását, kérik azt, hogy legyen évenként megtartott országgyűlés Budapesten, kérik a törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben, kérik a közös teherviselést, a Nemzeti Bank felállítását, az Uniót Erdéllyel, és még nagyon-nagyon sok más óhajt is megfogalmaznak ebben a kiáltványban. Természetesen Petőfi is leül, és megírja a Nemzeti Dal című költeményét, és ezzel a két dologgal majd elvonulnak a Landerer nyomdába, és kinyomtatják szórólapként, hogy a nép kezébe is eljuttassák. Miért is került most bemutatásra ez a három színű kép? Tudjuk, hogy a trikolor szín ez nem magyar találmány, valahol Európában már megjelent a francia forradalom idején, a párizsi események során ugye kezdték használni a kokárdát is, és ezt a fehér, zöld-piros színösszeállítást. Valahonnan Petőfi feleségének, Szendrei Júliának jutott az eszébe, hogy ebből a három színből varjon kokárdát, és ezt tűzte Petőfinek a mellkasára. Nézzük, mit jelent ez a három szín. A piros jelenti az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt. Ez maradt napjainkig az 1848-as forradalom és szabadságharc jelképe. Ezt a háromszínű kokárdát tűzzük a mellünkre, amikor a március 15-e ünnepségekre készülünk. Egy időben tilos volt ezeket a színeket, ezeket a jelképeket használni, egészen az 1867-es kiegyezésig, de azóta tulajdonképpen ez a három szín a magyar egységet és összetartást is jelképezi. Tehát egy pillanatnyi kiugró után nézzük meg, ugye mondtuk azt, hogy elviszik a 12 pontot és a nemzeti dalt a Landerer és a Heckenasz nyomdába kiadása, és már látjátok a tömeget,
tehát itt fekete-fehérben, ceruzarajzon, a másikon pedig már festményben, akik körbeveszik a fiatalokat, és hallgatják a követeléseket, a kívánságokat. Ugyanezen a napon Kossuth Lajos vezetésével követség megy Bécsbe, a Dunán szállnak hajóra, és viszik a követeléseket a Bécsi udvarnak, hogy átadják jóváhagyásra. A tömeg, miközben várja a híreket Bécsből, ugye tovább megy, megáll a helytartó tanács épülete előtt, a Nemzeti Múzeum előtt, és kiszabadítják Táncsics Mihályt is, a jobbágy származású tanítót. Itt ezen a képen az ünneplő tömeget látjuk, ahogy viszik magukkal Mihályt, és a nap zárásaként este bemutatásra kerül a Bánbán című színdarab is. Tehát az első nap eseményei rohamosan követték egymást, és nagyon gyorsan urrá lettek az emberek hangulatán, és mindenki támogatni kezdte a forradalom törekvéseit. Maga az uralkodó ebben a pillanatban eléggé kutyaszorítóba került, mondhatnánk így, mert hogy kénytelen volt jóváhagyni, elfogadni a Kossuth Lajos által vezetett küldöttség követeléseit, kivéve azt az egyet, hogy Batthyánynak megadja a jogot arra, hogy kormányt alakítson. Végül is fellelkesedve az uralkodói jóváhagyáson, április 11-én összeült a Magyar Országgyűlés, ezt látjuk ezen a képen, és meghozták az áprilisi törvényeket. Az áprilisi törvényekben ugye több dolog megállapítása vagy megszüntetése került, tehát látjuk azt, hogy döntöttek a magyar független felelős kormány megalakításáról, döntöttek a jobbágy felszabadításról, eltörölték a sajtó cenzúráját, döntés született a nemzetőség létrehozására, kimondták Erdély egyesülését Magyarországgal, és bevezették a közteherviselést, valamint eltörölték a feudális kiváltságokat. A következő képen látjátok az első felelős magyar minisztériumot és tagjait, többek között ugye Batthyány Lajost, Szemere Bertalant, Eszterházy Pált, Klauzál Gábort, Kossuth Lajos, Mészáros Lázár, Széchenyi István, Eötvös József és Deák Ferenc lettek ennek az új magyar minisztériumnak a tagjai, mindegyik megkapta magatisztségét. Felmerültek kérdések, hogy eléggé érdekes mentalitású embereket hoztak össze ebbe az első felelős magyar minisztériumba, hisz tudjuk, hogy maga ugye Deák Ferenc és Széchenyi is egy eléggé nyugodt gondolkodásmódot képviselt, akik azt mondták, hogy minden lépést meg kell tervezni és végig kell gondolni, de Kossuth Lajos saját maga pedig egy eléggé forrófejű emberke volt, aki nagyon sokszor nem riadt vissza attól sem, hogy valakivel összetűzésbe kerüljön, és komolyabban is megmondja a véleményét. Az április 11-i törvények azonban jó néhány dolgot nem rendeztek, nem foglalkoztak például a nemzetiségek kérdésével, hisz ahogy a magyar küldöttség a pozitív megerősítéssel visszajött Bécsből, ők is felléptek saját követeléseikkel, saját elvárásaikkal. Nem kértek olyan sokat, kérték az önálló nyelvhasználatot és területi autonómiát követeltek, de mondjuk itt van az az első pont, ahol Kossuthnak is felszínre kerül a természete, ugyanis a horvát küldöttségnek, amikor elmondták a kérésüket, nagyon komolyan és kegyetlenül azt válaszolta, hogy majd a csatatéren a kard fog közöttünk dönteni. Hát ezzel kimondta bizonyos értelemben a halálos ítéletét is egyes dolgoknak, ugyanis a Bécsi udvar látva az ellentétet, amely tulajdonképpen a magyar vezetés a szerb, horvát és román képviselők között kialakult, úgy gondolta, hogy ezt ki fogja használni, saját javára fordítva, és a nemzetiségeket felfegyverkezve szembeállítja a magyar forradalmárokkal. Volt még két
kérdés, amit nem oldottak meg, ez az önálló magyar had és pénzügynek a kérdése, ez a továbbiakban is közös maradt a monarchián belül, és még egy kérdés nem sikerült véglegesen rendezni, a magyar katonai ezredek nem kerültek haza, tehát nagyon sok huszár és egyéb katonai egység tartózkodott a monarchia területén szétszórva. Mint említettem, az osztrák vezetés ugye igyekezett kihasználni a nemzeti kisebbségek elégedetlenségét a magyar kormánnyal szembe, és sikerült rábeszélni a horvát bánt és császári ezredest jelasítjot arra, hogy meginduljon körülbelül egy 45 ezer fős katonasággal Magyarország ellen. 1848. szeptember 11-én kerül sor arra, hogy ez a sereg átlépje a határt, és tulajdonképpen ezzel a dátummal veszi kezdetét a magyar szabadságharc, amikor már azzal kell foglalkozni, hogy a forradalom vívmányait megőrizzék, megvédjék. Végül is itt van egy csatajelenet a Pákozdi csatából. Ebben a csatában nem igazán teljesítették Jelasik és serege hozzájuk fűzött reményeket, hisz 1848. szeptember 29-én vereséget szenvedtek Perszelmó seregétől, és ugye Jelasik is kénytelen elhagyni Magyarország területét. Az idő, ahogy múlt, ugye az ország élén egy új uralkodó fog megjelenni, tehát december elején Bécsben lemondatták 5. Ferdinánd császárt, mivel úgy gondolták, hogy alkalmatlan az ország további vezetésére, és a képen látható 18 éves Ferenc Józsefet választották meg az új császárnak, vagyis koronázták császárrá Ausztriában. Miért mondom azt, hogy Ausztriában? Azért, mert magyar királyá nem lett megkoronázva, tehát nem esküdött fel a magyar alkotmányra, és így megmaradt az a lehetősége, hogy a császári csapatokat Magyarország ellen indítsa, és megpróbálja leverni a szabadságharcot. Két hatalmas egyéniség, vezér fog szembenállni 1849 folyamán tavaszán egymással. Az egyik Alfred zu Windischgrätz, osztrák vezérkari főnök és táborszernagy, a másik pedig egy fiatal tábornok, Görgei Artúr, akire Kossuth már az évelején rábízza a magyar hadak rendezését és felkészítését az elkövetkező harcokra. Mivel Windischgrätz az első időszakban komoly előrehaladást mutatott az ország területének elfoglalásában, ezért a magyar minisztérium és tulajdonképpen a kormány és a parlament is, tehát az országgyűlés is Debrecenbe költözik, és onnan folytatják az irányítást. Mi történik? Valami miatt Kossuth mégis úgy dönt, hogy ne Görgei vezesse a Windischgrätz elleni támadásokat és harcot. Egy lengyel származású tábornokot, a felsőképpen látható Dembinskit nevezik ki fővezérnek, aki eléggé rosszul ítéli meg a helyzetet, és kápolnánál vereséget szenved az osztrákoktól. Amiután Kossuth újra gyors ugye döntést hoz, és Görgeit bízza meg a magyar hadak vezetésével. A kápolnai csatavesztés újabb önbizalmat ad az osztrák vezetésnek, és József császár kiadja az úgynevezett Olmützi alkotmányt, amellyel tehát felszámolja a magyar alkotmányt és az áprilisi törvényeket, valamint ugye beolvasztja Magyarországot a Habsburg birodalomba. Közben azért folynak a hadműveletek Erdély területén is, és márciusban Bem tábornok Erdélyben sikereket ér el a császári csapatok és a román népfelkelőkkel szemben is. Tehát látjuk azt, hogy elindul egy sikersorozat,
amelyben több neves tábornok is részt vesz, tehát Klapka György, Bem József és Görgei Artúr. A tavaszi dicsőséges hadjáratnak csak néhány csatáját tekintenénk meg itt kép formájában. Tehát az első győzelmet 60-nál érték el a magyar csapatok, majd Tápióbicskénél, utána Isaszegnél arattak győzelmet, és tulajdonképpen a dicsőséges tavaszi hadjáratra a koronát Budavár visszavétele jelentette. Utána már az osztrák csapatokat egészen az osztrák-magyar határig szorították vissza, tehát lehetőség volt arra, hogy újabb döntések, újabb fordulatok következzenek be a magyar szabadságharc történetében. Ezt a képet azért tettem be ide, mert ugye beszéltünk arról, hogy kérték a magyar katonai ezredek, egységek vissza vezénylését Magyarország területére, még ott a forradalom kezdetén, ami nem történt meg. Nagyon kiemelkedő szerepe volt a magyar huszároknak és a hadműveletekben. Nagyon sokan a tiltó parancs ellenére csoportosan szöktek vissza Magyarországra. Sajnos, akiket az osztrák hatalom elfogott, azokat kegyetlenül meg is büntette az úgynevezett tizedeléssel, tehát sorba állították őket, és minden tizediket kiválasztották és lelőtték. Az elért, tehát a szabadságharc és a tavaszi dicsőséges hadjárat során elért eredmények arra ösztönözték a magyar országgyűlést, amely még mindig Debrecenben székelt, hogy kimondják az ország függetlenségét, és hogy a Habsburg házat megfosszák hatalmától. Erre Debrecenben 1849. április 14-én került sor. Az ország kormányzelnöke Kossuth Lajos lett, és az új miniszterelnök, aki kormányt alakított, Szemere Bertalan személyében ugye lett kinevezve. És ugye itt látjuk a Pesti Hírlap korabeli oldalát, amelyen ugye közhírítették a magyar állam függetlenségének elfogadását. És mi történik, amikor látja első Ferenc József, hogy mégsem sikerül eredményesen elfolytania a magyar szabadságharcot, ezért segítségért fordul a környéken lévő országok uralkodóihoz, vezetőihez, és első Miklós cár lesz az, aki 200 ezer orosz katonával segítséget nyújt neki. A magyar főerők Temesvárnál szenvednek először vereséget. Kossuth látva ezt átadja a hatalmat Görgeinek, és körülbelül 5000 társával együtt külföldre emigrál, és nem marad más hátra, mint ahogy a képen is látjuk, hogy augusztus 13-án 1849-ben Világosnál a magyarok letegyék a fegyvert. Érdekes a szemtanúk visszaemlékezése, leírása, amelyben beszámolnak erről az eseményről. Egy orosz katonatiszt a következőket írta. Kimondhatatlanul megindító volt, rendjét megőrzött, erős, harcképes seregnek a látványa. E sereg ugyanis néhány hónapja oly félelmetes volt Ausztria számára, s most itt áll, mint a halálra ítélt, várta az ítélet végrehajtását. A katonák szomorú pillantással kísértek bennünket, a tisztek fejüket lehajtva sírtak. Görgei lovával sereg elé lépett, tisztjei azonnal körülvették. Beszélni kezdett volna, hogy utoljára köszöntse hadseregét, de egy hangot sem tudott kipréselni magából. Végül tompa zokogás tört fel melléből, mire az egész hadsereg levegőelget betöltő, éljen Görgei kiáltással könnyezve válaszolt vezérének, kihez őszintén ragaszkodott. Az egyik tiszt előrejött, hogy a többiek nevében szóljon volt tábornokához, de nem volt ereje ahhoz, hogy zokogását visszatartsa, csak annyit tudott kiejteni, Isten veled, Görgei.
Isten veled, Görgei, ismételte a hadsereg. Tehát ezzel elnézést véget ért. A szabadságharc megbukott, az oroszok lefegyverezték a magyar csapatokat, és a hosszú menet este megindult, hogy beteljesítse sorsát. A megtorlás kegyetlen volt. Hadi törvényszékeket állítottak fel, rögtönítéló bíróságokat, több száz tisztet és polgárt idéztek be, ítéltek halálra vagy várfogságra a tárgyalások során. A magyar, a székely, a lengyel és német katonákat, akik részt vettek a magyar szabadságharcban, az osztrák seregbe sorolták be. Október 6-án 1849-ben kivégezték Aradon a 13 tehát tábornokot, akik vezették a magyar forradalmi erőket. Batthyány Lajost, mivel öngyilkosságot kísérelt meg a kivégzés előtt, főbelőtték, de nem teljesítették a nemzetiségeknek tett ígéretüket sem az osztrákok. Ők tulajdonképpen jutalmul kapták azt, amit a vesztesek, tehát a magyarok büntetésként megéltek.